A világ leggonoszabb meséi, amit írtunk, az iszonyú gonosz, olyan gonosz, szeretek a gonoszság. Nem, egy kicsit viccesen gonosz mesék inkább, de hát ugye arról szólva, hogy annyira nem minden mindig sikerül a világban, meg ugye a gonoszság az is egy olyan érdekes kérdés, mert ugye mit csinál egy rendes bomba gyerek például? Nem? Hát a bombának van egy gyereke, és akkor az ha rendes, akkor felrobban, nem? Jól van, kisfiam, nagyon szépen felrobbantál. De hát az emberek megrepülnek jobbra-balra szakadnak széjjel, ugye annyira nem tűnik rendesnek. Pedig ő rendes akart lenni, csak ha nem robban fel, az milyen bobo? Mi a gyerek, nem vagy képes felrobbani egész életet, bár a csajtot, hogy robbanjál fel. Szóval nehéz ügy ez a nehéz ügy, hogy mikor vagyunk gonoszok, meg mikor nem. De azért valahogy ki lehet bogozni. Szóval a világ leggonoszabb meséje miről szól? A világ legszebb lányáról. Aki bármit megadott volna, hogy a világ második legszebb lánya legyen, de hiába, mert minden áldott évben, minden áldott szépségversenyen őt választották a legeslegszebbnek. Már úgy el volt ezen keseredve, hogy legszívesebben összekarmolta volna az arcát. Vagy bekente volna a korommal. De ilyen durvaságra képtelen volt. Koronával a fején kellett hát vigyorognia, meg be is kilibegnie. És az összes fiú, akivel találkozott, lesütötte a szemét, elvörösödött, dadogni kezdett, szépség, mert tényleg kibírhatatlanul szép volt. Rá sem mertek nézni, inkább a második, meg a harmadik legszebbet kérték fel táncolni, azokat vették el feleségül, ő pedig csak toporzékolt és bőgött, de még ettől se csúnyult meg elég. Hát ez azért elég gonosz, nem? Hanem egy aranyhalról, amelyet egy horgász kifogott, és azt kérte tőle, hogy a tó túlpartán ülő horgásznak akkora füle nőjön, mint egy elefántnak. És amikor tényleg akkora nőtt neki, olyan csúnyán kinevette, hogy a botja beleesett a vízbe. Az aranyhalat a szemmel lévő horgász is kifogta, ő meg azt kérte, hogy a vele gonoszkodó horgásznak akkora ormánya nőjön, mint egy elefántnak. És ez is úgy lett, ő meg a vihogástól maga esett bele a vízbe. De nem bánta. Mikor azonban mind a kettejüknek fájt már az orra a röhögéstől, rájöttek, hogy így nem mehetnek haza, mert a feleségük kiszalad a világból, ha meglátja a rettentő képüket. Hát azóta is ott pecáznak éjjel, nappal, télen, nyáron, de azt a nyambadék aranyhalat soha többé nem tudták kifogni. Nem, ez lett a vége. Nem. Mert a világ leggonoszabb meséje az a világ legrusnyább szörnyéről szól. Akinek az ábrázatán három szőrös ormány, meg öt repecskes pofazacskó, meg két szederjes száj, két és fél szemölcsös szemölnek, négy csirizes szem, 100 millió csimbolgós hajszál, két varacskos áll, és 9 varangyos homlok égtelenkedett, vagy ékeskedett, ékeskedett annak, aki a csúnyát szereti inkább, mint a szépet, égtelenkedett annak, aki a szépet szereti inkább, mint a csúnyát. Sokfélék vagyunk. Az ujjai kampósak voltak. A lába gacsos, a válla huplis, a háta göcsörtös, szóval minden évvel ijeszgetni lehetett volna. Ami azt illeti, nem is volt ez igazi rém, csak egy bácsi, aki gólyalábra állva beöltözött szörnynek, és így riogatta a többieket. Azért csináltam, mert úgy érezte, hogy senki sem szereti, se a szülei, se a testvérei, se a kéményseplők, se a kukások, se a vécés néni, és ez így talán még igazából szomorú, mint hogyha tényleg szörnyed volna. Na, akkor legyen az utolsó, az aranyos betörő. A világ leggonoszabb meséje egy aranyos betörőről szól. Aki mindig megsajnálta azokat, akikhez betört. Jaj, gyere, csórikám. És bevásárolt nekik a boltban, ha üres volt a hűtőjük. És ha csúnya kép volt, a falukon festett nekik egy nagyon szépen. És ha béna ékszereik voltak, hozott nekik csudaszépet aranyból. Tényleg mindenkihez inkább vitt valamit. Legalább egy kényelmes fotelt, vagy egy perzsaszőnyeget, megszerelte a csapot, a csöpögöt, a tévét, ha elromlott, kifestette a lakást, és megfésülte a kutyát. Otthon már alig maradt neki valamilyen. Az emberek úgy várták azt az aranyos betörőt, mint a Mikulást. Tettek ki neki kulcsot is a lábtörlő alá, nehogy ne tudjon betörni. És
Csak a rendőrök nem szerették, mert miatta semmi munkájuk nem akadt. Kirúgták őket, és elmertek utcát söpörni. Battyogtak a seprűikkel az utcán, és szitták az aranyos betörőt, ugyan, mint a mokat. Hát ez így történt. Sziasztok, és nagyon szép napot emberek!